A Kelemen kabátban őrítette meg a kecskemétieket tegnap este a főtéren. A Csiperó egyik legnagyobb sztárfellépői szívesen fogadták a meghívást, hiszen a dalaik sokszor kapcsolódnak a gyerekekhez, a gyerekkorhoz. Horváth Boldit még a koncert előtt sikerült elcsípnünk. Stábunk először arra volt kíváncsi, hogy a gyermekkorából milyen barátságok maradtak fent. Az énekes elmondta, hogy egy barátja maradt fent még egészen kicsi korából, de vele szinte elválaszthatatlanok. A koncerten természetesen nem csupán fiatalok vettek részt, felnőttek is énekelték a dalokat. Nagyon sok rétege van a dalainknak, és nagyon sok rétege van, és nagyon sokféle dalunk és dalszövegünk van, de egyértelműen van egy olyan vonulata, vagy van egy olyan része a daloknak, amiket valamiért nagyon szeretnek a gyerekek, vagy valahogyan reflektál a gyerekekre, vagy valahogy a gyerekkorból inspirálódik, vagy a gyerekekből inspirálódik. Ugye azt talán a legismertebb dalunk, illetve ez egy lemezünknek a címe, az, hogy Maradjatok gyerekek. Ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet volt számunkra akkor, amikor megírtuk ezt a lemezt, illetve azóta is egy nagyon fontos üzenet, hogy felnőttként is egy csomó olyan értéket, amit a gyerekek képviselnek, meg lehet tartani. Igazából erről szól ennek a lemeznek a címe. És most most megjelent egy új lemezünk, amiről a közönség visszajelzések alapján egy nagyon sikeres dal, az szintén egy abszolút egy ilyen gyerekkorból ihletet inspirált dal, vagy dalszöveg. Úgyhogy nekünk ez fontos, amellett, hogy vannak felnőtt témáink, vagy vannak bulizósabb, kicsit inkább azt mondanám, hogy nem annyira gyerekeknek való dalaink, de nagyon fontos szeletét képzi mindig is a zenénknek az, hogy a gyerekekre reflektáljunk, vagy a saját gyerekkorunkból inspirálódjunk. Boldi elárulta, hogy az új lemezük március végén jelent meg. Most az az első dolguk, hogy videóklippeket gyártanak a frissen kikerült zenéikhez. Azonban mielőtt nekilátnak a munkának, pihennek egy kicsit, ám nem úgy, ahogy mi gondolnánk. Hát a nyáron amellett, hogy koncertezünk, és ezzel túl sok újdonságot nem mondok, hála jó égnek, vagy hála közönségnek, meg a szervezőknek nagyon sűrű nyarunk van, emellett dolgozunk egy egészen különleges show műsoron, amit a Petőfi Zenei Díjátadón fogunk előadni augusztus 21-én, ami a Strandfesztivál 0. napján lesz. Illetve mi nagyon-nagyon fontos, hogy van hát még egy darab klip megjelenésünk, azt szerintem hát körülbelül amikor az interjú kikerül, akkor ez a klip meg is fog jelenni. Ezen nagyon-nagyon sokat dolgoztunk, legalább egy minimum egy hónapos előkészítés folyamat volt, egy 40-50 főstábbal forgattunk, és egy nagyon nagyszabású helyszínen, egy egészen különleges, kicsit a képzőművészet és a zene keveréke lett végül is ez a videóklip. Ezzel foglalkoztunk, de most végre igazából elkezdünk pihenni, ami azt jelenti nálunk, hogy koncertezünk. Ez mindig nagyon vicces dolog, hogy igazából a koncertezés a legpihentetőbb része ennek a szakmának, mert akkor csak annyi feladatod van, hogy beülsz a buszba, elmész és koncertet adsz, erre kell koncentrálni. Sokkal több háttérmunkát igényel egy lemezkészítés, vagy egy videóklip elkészítése, vagy egy nagy koncert, saját koncertnek a szervezése, promóciója, úgyhogy igazából kvázi most pihenünk, és hála Istennek ez nyára esik, ez a szakasz, vagy szezon, úgyhogy még édesebb. Horváth Boldi nagyon szereti Kecskemétet, többször járt már a városban. Ezért most megragadta az alkalmat, és üzent is a híres város fiataljainak. Maradjanak gyerekek lélekben mindenképpen, és kövessék az álmaikat, és dolgozzanak nagyon sokat, és hallgassanak nagyon sok Kelemen kabátban.